400 ezer forint gyűlt össze a szobátai gyerekek táboroztatására, a fiatalok első napja a befogadó családokkal való ismerkedéssel telt. Muresen Mária szobátáról, a Szent József otthonból érkezett, és most jár először Egerben. Ez az első utazásom itten, tehát még egy kicsit nehéz, de hát mindenkit felosztanak családonként. Van, aki kettessével, van, aki egyedül, ahogy vállalták a családok. Szerintem mindegyik szimpatikus, kedvesek. Remélem, hogy jól fogjuk tölteni a napokat. Az Egriek a gyermekekért 2016-ban alakult. A közösségen keresztül egri fiatalok célul tűzték ki Böjte Csaba otthonainak, legfőképpen a szobátai háznak a támogatását. Bátyám Gázsombor kezdte el szervezni ezt a tábort, ő volt kint szobátán önkéntesként, és akkor utána arra gondolt, hogy miért lehetne ezeket a gyerekeket ide Egerbe is elhozni, és egy picit nyaraltatni. És idén mi csatlakoztunk hozzá ez a kezdeményezéshez, azért is, mert Zsombornak kevesebb ideje jutott a szervezésre, és akkor így mi egriek, akik Egerben maradtunk, besegítettük neki. A közösség tevékenységei között szerepel a hátrányos helyzetű fiatalok korrepetálása, szellemi-lelki gondozása, valamint életútjuk követése. Én emlékszem, amikor visszajöttek a tavalyi Segerből, tele voltak élménnyel, boldogak voltak, és azt hiszem, hogy nem is az anyagiak, amiket kaptak, hanem a szeretet, a törődés. Mint minden embernek, erre van a legnagyobb szükségük, talán nekük triplán. A gyerekeknek Eger nevezetességeit, érdekességeit szeretnék megmutatni, ezen kívül strandolás, lovaglás és egedhegyi kirándulás vár rájuk. A táborosztatásukra gyűjtött összeg megmaradó részét a tervek szerint a fiatalok tanulmányaira, illetve sport és taneszközök vásárlására fordítják.